Jó napot kívánok, Gruber Enikő vagyok, innen Tusnádfürdőről, a 28. Bálványosi Szabad Egyetemről. Üdvözlöm az Újvidéki Televízió nézőit. Az idei Szabad Egyetem mottója Tusványos a biztos pont. Különböző előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken vehetünk részt 28 sátorban. Olyan kérdéseket járnak körül és taglalnak, mint például a magyar nemzet helyzete és szerepe Európában, az Európai Unióban, illetve a világban. A külhoni magyarsággal külön kiemelten foglalkoznak, több jelentős képviselője is jelen van, és számos panelbeszélgetés, illetve vitafórumnak volt a témája. Este pedig az ide látogatók a magyar zenei élet legjelentősebb képviselőit hallgathatják, és élvezhetik a társaságukat. A vajdasági, a felvidéki és a kárpátaljai magyar pártok vezető politikusai tegnap pódiumbeszélgetésen számoltak be Bálványoson a kisebbségi jogérvényesítéssel kapcsolatos tapasztalataikról. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, hogy Szerbiában a magyarság a társadalom elfogadott és megbecsült része, és ez a pártja szerepvállalásának és a Magyarországgal kialakított jó kapcsolatnak köszönhető. Meggyőződése, hogy ott kell ülni annál az asztalnál, amelynél a fontos döntések születnek. Utalt arra, hogy a VMS a hatalmi többség része. Korodi Attila, az RMDS parlamenti frakció vezetője arra panaszkodott, hogy Románia uniós csatlakozása óta megtorpant a kisebbségi jogalkotás. Menyhárt József, a felvidéki MKP elnöke pedig a magyarság anyanyelv használatával kapcsolatos gondokat osztotta meg a közönséggel. Brenzovics László, a KMKS elnöke elmondta, hogy Ukrajnában a nemzeti közösségek nyelvhasználati és oktatással kapcsolatos jogait korlátozó törvénytervezetek ellen kell harcolniuk.